2011-ben debütált a női kézilabda válogatottban, amelynek mostani szűkített VB keretében nem került be az átlövő, aki négy bajnoki címet nyert a Győri Eto színeiben, volt kölcsönben, aztán légiósnak állt előbb a Bundesligában, majd tavaszta a francia Chambré színeiben, Planéta Simonetta a vendégünk. Szia, jó reggelt kívánok! Szia, jó reggelt! Nagy fájdalom, csalódás ez számodra, hogy végül kimaradtál? Hát megmondom őszintén, igen, reménykedtem, de én beszéltem előtte a kimmel, és megbeszéltük, hogy mi miatt. Nem tudok idén bekerülni a szűkített keretbe. Én, én úgy gondolom, hogy mivel megtárgyaltuk, hogy mi az, amiben fejlődnöm kell, én azon dolgozom edzésről edzésre, és egyet is értek vele, hiszen nem tudnék annyit segíteni a válogatottnak most. Tehát akkor ez egy tökéletesen konfliktusmentes, szakmailag végigbeszélt dolog, nem mellőzésről beszélünk, hanem egy fejlődésről. Na, és mik voltak az indokok? Azt beszéltük, hogy hogy a kifele játékban sokkal többet kell fejlődnöm, hiszen átlövésben nagyon jó leszek a válogatottban, viszont nem szeretné, hogy egy játékos legyek, és jobban hozzá tudok segíteni a támadáshoz, hogyha kifele is tudok játszani, illetve azt látta, hogy védekezek újra, és azt mondta, hogy ennek nagyon örül, hogy hármasban védekezek újra, viszont még itt is fejlődnöm kell, vissza kell jönnöm jobban a játékba. Jó, világos, tehát akkor kifele játék és védekezés ez a kettő, amiben fejlődést vár tőled. Üm, igazából az, hogy az őb, őszi is lehet, nem játszottál, ez előrevetítette szerinted el ezt a döntést? Biztos voltam benne, hogy nem fog ősz után nagyon új csapatot kipróbálni, és hát én úgy is dolgozom, és úgy is beszéltük, hogyha úgy látja az elkövetkező mérkőzéseken, a francia bajnoki meccseken, hogy hogy fejlődtem és dolgozok ezen, akkor talán mondjuk februártól be tud hívni. Uh -huh. Na most egyébként milyen visszajelzéseket kapsz, mióta légiósnak álltál a válogatott stábjától, tehát hogy mennyire szoros ez a szakmai együttműködés, tehát hogy, hogy érezheted azt, hogy egyébként figyelnek rád és figyelik a meccseidet? Hát igazából én először a menedzseremen keresztül kommunikáltam Kimmel, aztán felhívtam, mert ugye Hát ugye én nem játszottam a Bundesligában sérülés miatt, és megvártam azt az időszakot, amikor visszaállok játékba. És igazából kimondta, hogy ő nézi az összes mérkőzésemet, ami nekem nagyon jól esik, hiszen azért így el van dugva Franciaország, nem játszok nemzetközi kupában. Szóval igazából így, hogy tudom, hogy figyel engem folyamatosan, tudom, hogy, hogy kontroll alatt vagyok, és hogyha valami olyan dolog van, akkor mi beszélni fogunk. Na most, ha már el vagy dugva is, francia bajnokság, ugye azt láttuk, hogy az iszipari 10-ről, mínusz 10-ről az EHF kupába kiverte az érdet. De milyen a francia bajnokság játékereje a magyar NBA-hez képest, erről milyen benyomásaid vannak? Hát igazából, ugye láttam már a német bajnokságot, a franciát, azt kell, hogy mondjam, még mindig a magyar a legerősebb. Üh, viszont, hát Franciaországban. Kettő csapat nagyon kiemelkedő a Metsz és a Brest. Felzárkozik utána a, a Nizza, aki nagyon nagy erőssége a Carmen Martin és a Torstenzon. Onnantól kezdve viszont tényleg a bármikor bármi megtörténhet, a hazai mérkőzések döntik el azon a napon, hogy játszik a csapat, mondjuk az ICI megvertem most az érdet, viszont az iszipári kikapott a Besançontól, akik most az utolsó időszakban, viszont kikaptak az utolsó négytől tehát össze-vissza. A pillanat csapatod, szerinted úgy körülbelül kivel lenne Pariba, hol lenne a magyar NBA-be? Ó, uh, <laughs> uh, ezzel nem gondolkodtam. Uh, hát... Uh, Hát középmezőnyben ilyen 5-6-7. helyen biztos ott lenni. Ott lenni? Igen. Na most vissza Rasmussen kapitányra. Azt mondta, hogy Norvégia, Franciaország és Hollandia kiemelkedik a, a mezőnybe, és utána vagy tíz szinte egyforma válogatott következik, közte a magyar. Osztod ezt a véleményt? Én teljesen egyetértek vele. Na de akkor viszont itt a helyzet, amit mindjárt majd megfejtünk, hogy kiemelkedik Franciaország a mezőnyből, te meg a francia bajnokságban játszol. Elvileg lehetne ellentmondás, de hát ugye a sok francia légiós van. Így van. Tehát ugye ez a megoldás. Így itt. van. Hát a nagyon sok francia játékos csak a, a Metsz csapatában van, de ez igazából náluk ez is a, a rendszer, hogy az a felfogás van, hogy aki válogatott közelébe szeretne lenni, az Metzbe megy, hiszen... Vagy a... külföldre. Tessék? Vagy külföldre. Legiósa. Igen, igen, viszont nagyon sokan azt mondják, hogy sokkal jobban játszanak hazai környezetben. Akik külföldön vannak, ők tényleg idősebb, rutinosabb játékosok, viszont, akik a mecben vannak, ők inkább fiatalabbak, és biztos vagyok benne, hogy később ők is azt fogják mondani, hogy oké, okay, kipróbálom magam külföldön nagyobb csapatban. Te ilyen szempontból nagyon érdekes helyzetbe vagy, hiszen a, a magyar női kézilabdának a mostani időszakában a legtöbben itthon játszanak, te viszont szerencsét próbáltál. Ez például a válogatottságnál hátrány szerinted? Hát biztos egy nagyon új helyzet, mert amikor én kim voltam Németországba és jöttem válogatottba, sokat beszéltem a technikai vezetővel, és mondta, hogy figyelj, én annyira régen történt olyan, hogy külföldről kellett hazahozni valakit, hogy én teljesen elfelejtettem, hogy hogy hogyan kell ezt csinálni. Most ránézünk a keretre, nincs is benne légiós. Így van, é, igen. de ez igazából érthető is, hogy hogy otthon maradsz, hogyha olyan csapatba tudsz elhelyezkedni, és nemzetközi mezőnybe tudsz játszani. Én úgy gondolkodtam akkor, amikor külföldre mentem, hogy nekem nagyon nagy váltás kell, hiszen én nagyon mélyen voltam, és úgy gondoltam, hogy nekem egy teljes levegő változás kell. Tehát, hogy szembe kell menned a trenddel. Hát, igen. Most idézek, és akkor még nem beszéltem a fejükről, a lelkükről, arról, hogyan kezelik azt, hogy bekerültek az etóba, elbízzák-e magukat, vagy a földön maradnak. Vannak rossz tapasztalatok az utóbbi évekből, úgyhogy most óvatosabb vagyok, hát ezért nem kapnak a fiatalok annyi lehetőséget. Ezt Ambros Martin, ugye a Győriek trénere mondta az ifjakkal kapcsolatos tapasztalataira most a napokban. Te hogy jöttél ki vele? Szerintem nekem ezzel nem volt bajom, hogy én elszálltam volna vagy nem, egyszerűen én ebben a spanyol rendszerben, a gyors játékban nem tudtam úgy kiteljesedni, és nekünk nem volt ellentétünk egymással. Én edzettem, ő viszont úgy látta, hogy nem tudok annyit segíteni, hogy olyan sok játék lehetőséget kapjak. Tehát stílus problémák voltak ilyen én, én biztos vagyok uh -huh. benne, mert nem... Igen, magas vagyok, viszont nincsen olyan, nem vagyok olyan gyors, nem tudok úgy cselezni mondjuk, mint Amorim, aki viszont teljesen beleillik ebbe. Uh -huh. Na no, de hát látva ezt a példát, hogy sérülés sérülés hullámot szegényekhez szinte minden évben sújtja ez, hát a végén még eszünkbe jutott, hogy lehet, hogy, hogy, hogy téged is vissza kéne hívni, nem? Hát szerintem ez most nem megoldható. <gül> <gül> nem tudom igazából biztosan hát, lehet kellene párnak még felfogom, de én úgy gondolom, hogy, hogy Ambrosnak egy kifort játékos kell, főleg így vészhelyzetben, aki nem én vagyok. Igen. Na most a francia helyzetre, a Samri ugye tavaly újonc volt, most nyolcadik helyen áll, ami negyedöntős rájátszást érne éppen. Ez a klub idei célja? Hát kitűztük célnak azt, hogy nemzetközi kupában az a, az ötödik hely a legrosszabb, amit el kell érnünk. Te 11 meccsen 32 óta lőttél náluk, elégedettek veled és elégedett vagy te magaddal? Hát én mondtam a csapatnak, hogy egy kis türelmet szeretnék kérni, hiszen nagyon régóta nem játszottam és folyamatosan beszéltem az edzőkkel, hogy mi az, amibe fejlődjek, én megmondtam nekik, hogyha nem megy, amit szeretnének, én, én ott maradok és csinálok plusz edzést, mert tudom, hogy le vagyok maradva, én úgy érzem, hogy tényleg hónapról hónapra fejlődök, és ezt a visszajelzést is kapom a lányoktól és az edzőktől is. Az edzőkkel van egy kis kommunikációs nehézségem, hiszen ők franciául beszélnek csak, de tényleg én, én az első pillanatok kezdve első, két hét volt nehéz, onnantól kezdve én tényleg azt éreztem, hogy ők tényleg támogatnak mindenbe, és úgy érzem, hogy teljesen beleépültem a csapatba. És végül azt mondnak, hogy hol látod magad két-három év múlva? Itthon vagy légiósként? Nagyon-nagyon örülnék, hogyha hazajöhetnék, viszont én úgy érzem, hogy most, amíg fiatal vagyok, és jobban tudok alkalmazkodni ahhoz, hogy távol vagyok a családtól, a barátoktól, addig kell kihasználni azt, hogy külföldön vagyok, viszont hazudnék, ha azt mondanám, hogy rossz lenne hazajönni. Na mindegy, az a lényeg, hogy viszont két-három évvel válogatottnak képzeled el magadat, sőt, már majd februártól is. Én nagyon azért küzdök, és azért dolgozok minden edzésen, igen. Szími, így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.